Szervusztok, köszöntöm a drága nézőket a rendhagyó új év előtti Polbét Pankrációban, ahol én magam Szarvas Szilveszterré léptem elő, Jeszenszky Zsolt pedig abban a kegyben részesülhetett, hogy Huth Gergellyé léphetett elő. Itt van velünk még Csizmadia Tamás, jogász, doktor, publicista, Nagy József, a 24.hu újságírója, és Nagy Attila Tibor, politikai elemző. És jó, mivel az év vége fele járunk, nem sokkal karácsony után, ezért hát az acsarkodás helyét a szeretet fogja ebben a műsorban átvenni, az őzikék nedves kis nóziukat, az oroszlánok oldalán. Ez a Jeszenszky dumája, ez ő stílusa, ne viccelj. Minden esetre igyekszünk kedvesek lenni. A témáink viszont bravúrosak, legalábbis reméljük, hiszen még nem tudom, mi van bennük. Az év legjobb vita témáit foglalják magukba. Úgyhogy kezdjük is vendég jogán. Józsi, melyik borítékot zöld választott? Zöld borítékot választott. Nem is talán a legjobb, a legfontosabbak talán, vagy nem tudom ki mi alapján választott. Hát szerintem ti is a legfontosabb témát választottátok. Hát, vagy a legérdekesebb. Igen, én egy órája tudom, hogy jövök. Én sok időm volt ezt. Én sokkal régebben, mert nekem volt éden arról volt, hogy befejeztük erre az évre, és ehhez képest nekem volt is már gondolni, és jelenés. A sziporkázást a műsor elején kihagyom, mert egy hete magyarázkodom amiatt, hogy a karácsonyi köszöntőben a harmadnapos keresztény nyektől mentes karácsonyt kívánok, az Donát Annára utal, aki nagy interjút adott, hogy ő nem harmadnapos keresztény. Ajaj. És nem azt mondtam, hogy három napi keresztényektől mentes karácsonyt kívánok, mert egyes nézők ezt így értették. No, tehát... Ezt próbálom értelmezni. Ez még nekem is nagyon magas volt. Okay. Mi az a harmadnapos keresztény? A jó poén az olyan, amit nagyon hosszú lábjegyzettel kell ellátni, ugye? Nem, nyilván nem. A harmadnapos keresztény úgy gondolja, hogy valaki, aki három napja keresztény, és akkor most... Pontosan, és volt egy ilyen Pesti TV és karácsonyi promóció, ahol én is boldog karácsonyt kívántam a tisztelt nézőknek, ezzel, hogy háromnapos keresztényektől mentes. Kite, Gergő, boldog karácsonyt kívánok. Hogyha már a szeretetről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy te megszereted a baloldalt, megszereted Donát Annát, Márki-Zay Pétert, vagy akár Gyurcsány Ferencet, hát és a keresztényi szeretet nevében? Ez már egy tripla csavar, inkább felolvasom a borítékot. Hát ugye kereszténység, ez a szeretés és a szeretgetés közti különbség, az szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ő mindig is szerette szerintem emberi szeretettel a baloldali és a bármilyen politikai, felebaráti szeretettel. Na már most hát ugye ez egy másik kérdés, persze, hogy politikai álláspontját ütközteti. A terén tartottunk magunkat ahhoz az elfhez, igen, amit a másik oldala nem szexelektív. Ugye ez a baloldalnak egy ilyen rendszeresen visszatérő, ugye, tehát ők, akik ugye borzasztóan sokat tudnak a kereszténységről, mindig a számon kérik rajtunk, hogy miért nem vagyunk jó keresztények, miért nem szeretjük őket. Mi nagyon szeretjük. Mi mindenkit emberileg. Ti is úgy beszéltek, hogy nem a templomjárás jelenti a kereszténységet, hanem a keresztény, zsidó keresztény kultúrának a képviselete. Ez két jelenti. Különböző dolog egyébként, ami nyilván összefügg a kettő. Hát van, aki ideális esetben. Mi mondjuk ezt pont bőven kifejtettük. Az egyik az egy ilyen kulturális kérdés, a másik pedig egy hitbéli kérdés. Ja. Jó esetben az ember mind a kettőt. És harmadik a tisztességes vagy tisztességtelen, ugye ez lenne a... Szent Korona által megtestesített 1000 éves keresztény magyar államhoz való hűséget és a jövőbe vetett hitet is jelenti. Na, ez gyerekek, ezt komolyan kiírta, tehát te írtad szerintem. Egyes pont ellenzéki előválasztás. Igen, a többit hagyjad. Kemény. Én ezt hallottam az ellenzék oldaláról a legfontosabb politikai történésnek. Jó, de hát mondjuk kiszínezhetted volna, érted? Hát majd egy kiszínezitek. Lejjebb vannak egyébként színesebbek ennél. Én úgy értettem a felszólítást, mert ma délután, hogy este felé telefonált a kolléganőt, hogy a legérdekesebb, legfontosabb témában jöjjünk. Ez szerintem az ellenzéki előválasztásnak a ténye, az önmagában a magyar belpolitikának talán a legfontosabb, vagy még a három legfontosabb eseménynek az egyike, az az ellenzék, amely 2010 óta, vagy talán még 10 óta, igen, talán még korábban is képtelen volt bármiféle innovációt létrehozni, és lényegében Orbán Viktor kezébe helyezte a kétharmados hatalmat, most végre kitalált valamit, ami megtestesült ebben az ellenzéki előválasztásban. Ennek nyomán októberben emlékszünk az ellenzéki előválasztásnak a végeredménye idején. Akkor nagyjából fej-fej melletti adatokat mértek különböző közvéleménykutatók, tehát felerősödött, ehhez képest most visszaesés tapasztalattól látjuk, de ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy legalább valamit kitaláltak, valami politikai innováció történt az ellenzéki oldalon, miközben politikai innováció 2010 óta lényegében csak Orbán Viktor részéről volt ebben az országban.
No, látjátok-e a titkos csodafegyvert az ellenzéki előválasztás? Én egy abszolút egyetértek a Józsival, hogy valóban ez egy ez volt az első politikai innováció. Más kérdés, hogy elég felemásra sikeredett, főleg az azóta eltelt időtükrében. Akkor talán még nem is, tehát inkább az azóta. A lemondások, visszalépések, némi szerencsétlenkedés, de maga a tény, hogy volt egy ilyen ellenzéki előválasztás, ugyanúgy ez a magyar politikai rendszerben nincsen benne, tehát sem formálisan megírva, hogy erre szükség lenne, sem pedig a hagyományainkban nincsen benne, de ilyen szempontból valóban egy ügyes, mindenképpen egy az ellenzékhez fel tudta hívni magára a figyelmet, és tematizálni tudta a közbeszédet egy rövid ideig. No, korunk ezzel, Hán Endréje rejtőzött a Jeszenszky Zsoltba, Attila, ezt te is így látod? Hán Endréje? Egyetértek az eddigi... Mint az ellenzék bölcsés... Alapvetően egyetértek mint Józsival, mint Zsoltal, de egy új szempontot mert azért... mondtuk. Egy új szempontot azért hadd hozzak be, mert amellett, hogy valóban az ellenzéki előválasztás egy egyértelmű innovációja volt az ellenzéknek, súlyos konstrukciós problémát hozott be az ellenzék számára, nevezetesen olyan miniszterelnök jelölt győzött, aki mögött nincs párt. Na most normál esetben egy hatékonyan működő pártszövetség úgy néz ki, hogy aki a miniszterelnök jelölt, amögött van a legnagyobb párt. De mi az, hogy olyan miniszterelnök jelölt győzött? Hát nem Dobrev Klára győzött. Hát Márki Zajtétel lett a... Nincs meg a második forduló. De az első fordulóban Karácsony Gergely is beelőzte Márki Zaj Péter. Na de hát nem? Az volt, pont itt volt a hiba, hogy lehet, hogy rosszat dobott ki a gép, bár majd az előválasztás igazi hasznáról majd az április 3-i országgyűlési választás fog ítéletet mondani, mert hogyha az ellenzék győz, akkor lehet mondani, hogy igen, az előválasztás egy szuper ötlet volt, ha meg nem győz az ellenzék, akkor utólag lehet mondani, hogy mégse volt jó ötlet. Csak azt akarom mondani... Hát akkor is szuper ötlet volt, ne haragudj. Tehát ha nem lett volna ellenzéki előválasztás, akkor nagy valószínűséggel borítékolni lehetett volna az Orbáni kétharmadot. De hogy lehetett szuper ötlet, amikor mondom, lehet, hogy rosszat dobott a kép. Még hogyha az ellenzék győzni fog, akkor is meg lesz az a konstrukciós probléma, hogyha tegyük fel, Márki Zaj Péterből lesz a miniszterelnök, akkor ő megette nem lesz a legnagyobb párt, és ez probléma, mert egy miniszterelnök nehezen tud igazából a maga akaratát érvényesíteni a parlamentben a törvényjavaslatok mögé, többséget keríteni, macerásan, hogyha nem mögötte van a legnagyobb parlamenti erő. A politika az erőről is szól, és ez Márki Zaj Péter esetében, még hogyha győzni is fog, ez kevésbé lesz. De Tibor, bármelyik ellenzéki párt kiseggel mögüle, abban a pillanatban borul a komplett ellenzéki koalíció, és jön vissza Orbán Viktor nyilván megint legalább kétharmaddal, tehát hogy ebből a szempontból az érve szerintem nem szerintem érvényes. Szerintem egy kicsit távolabbról indítanék, szerintem a magyar jogintézmény átvétel, vagy politikai intézmény átvétel sajátosságára szeretném fölhívni a figyelmet, miszerint amikor átveszünk valamit, vagy legyen ez az ellenzék, akkor rendszerint a külföldi példának a negatívumait ötvözzük a magyar példa problémáival. Itt is szerintem ez történt. Egyébként nagyjából rímelek erre, amit mondtál. Tehát, hogy az innováció tisztán látható, valóban innováció volt, nagyon-nagyon sokan követték ezt, az összes ellenzéki portál gyakorlatilag napi több tudósítást hozott az előválasztási küzdelmekről, azonban azt az apróságot, azt a munkát úgy tűnik, hogy előzetesen nem végezte el az ellenzék, hogy milyen keretek között, kikkel, hogyan és milyen politikai intézmények között történik ez az innováció. Tehát volt egy hatalmas nagy show, itt egy vulkánkitörés, aztán úgy tűnik, hogy most a de milyen vulkáni... Mit na, például nagyon hát, például ne az győzőn gondolom, aki valóban, hanem akit a közvéleménykutatók na, hoztam nagyon az első fordulóban. Gergő, az Isten áldja meg benneteket, tehát pont benneteket száfol a végeredmény. Azt mondtátok, hogy az egész le van játszva, az egész bohózat, az egész cirkusz, a végén Karácsony Gergely fog győzni, a bohózat azóta nem is ő győzött. Tehát magyarán valóban volt tehát egy verseny. A bohózat az valóban egy másik kérdés. Egy másik kérdés. Ti azt mondtátok végig, az egész bohóz, az egészet csak kitalálták, hogy Karácsony győzött.
De összejött a bohóz. Bocsánat, sokan mondták a kormány oldalon, többek között elemzők is, nagy megmondó, Deák Dániel például, hogy ó, hát az egész már le van játszva, úgy is eldőlt, hogy Karácsony Gergely fog győzni, aztán valahogy mégsem ő győzött. Hát, és erre mondom azt, hogy kijött egy konstrukciós hiba, egyébként az akkor is kijött volna, ha Karácsony Gergely győzött volna, mert mögötte sincs a legnagyobb ellenzéki párt. Az a szerencsém, hogy írtam erről egy elég hosszú cikket, és ebben gyakorlatilag az összes jelen pillanatbeli problémát, azt ha nem is megjósoltam. Most elég, ha bemondod a linkjét. X-el, meg Z-vel, meg ilyenek. Az is három felek, igen. Ne, a lényege nagyon egyszerű. Tehát én szerintem Márki-Zay Péter megjelenése, az gyakorlatilag a politikai pártok nélküli közjogi lufi, vagy politikai lufi megjelenése volt. Jesszi, azért te tehát, a szíved szerint Józsinak a második témáját választottad volna. Két témája van. A Fidesz rendszer természete Heller Ágnes életműve tükrében. Mindig kell hozni egy póttémát, hogyha valaki, akit másodjára, harmadjára ugyanaz sorsol ki a Gergő borítékból, ugyanaz az, amit én már hoztam, akkor én az utolsó, akkor legyen Heller Ágnest még úgy elővesszük. Ezt akart erről mondani valamit erről az előző témáról, nem? Hú, biztos. Na, lépjünk tovább. Egyébként csak annyit, azt akartam, hogy szerintem mondjuk két héttel a korábban ez még igaz is volt, hogy le volt zsírozva. Tehát egyértelmű volt, hogy Karácsony Gergely gondolja az ellenzék olyan jelöltnek, aki képes lehet, hát megjelentek a plakátok, hogy legyőzöm Orbánt. Tehát egyértelmű volt, hogy Karácsonyban látták azt a integrálni képes figurát, aki majd megszólít olyan esetleg bizonytalan választókat is, akik mondjuk Dobrev Klárától viszonyognak, és Karácsony Gergely az a maga kis, hát én látszólag ilyen simulékony kompromisszum képes, minden felé elfogadható, több különböző vegyértékekkel rendelkezőként, majd ő lesz. Csak aztán annyira megrogyantal, vagy recsent a Karácsony. Hogy Karácsony Gergellyel szemben nem egy villamos, hanem egy ilyen, nem tudom, ilyen tízsívi vonat dübörög, ugye, a Városháza botrány képében. Igen, szóval... Maradjunk abban, hogy a műsor hátralévő részét... Nem, erről vitatkoztunk, hogy igaz-e az az állítása a jobb oldalnak, a Fidesznek, a Fidesz beszélő fejeinek, hogy ez egész le volt játszva előre. Hogyha le lett volna játszva az egész előre, akkor meg lett volna határozva, hogy mit mond a Márki-Zay, mit mond a Dobrev, mit mond a Fekete Győr mindenki, nem ezt írtam. És ehhez képest nem ez történt. Ehhez képest Karácsonynak föl kellett volna mondani a leckét, és Márki-Zaynak is fel kellett volna mondani a leckét. Én is azt mondtam, hogy Karácsony Gergely az abszolút favorit, de abból, hogy nem ő futott be, ebből az következik, hogy nem volt lejátszva, valóban volt egy demokratikus tudja, folyamat, aminek a végén kijött valaki, akiből lehet volna az ellenzék. Szerintem le volt játszva. Tudták azt, hogy egy ilyen tényleg a Baja Ferenc és Hagyó Miklós idejét idéző elképesztő korrupciós ügy körvonalazódik majd Karácsony körül. Jaj, persze. Ja. Tehát, hogy emiatt a Völnevigről beszélsz? Nem csak ez emiatt, szerintem amiatt is, hogy eleve az ő népszerűsége az hatalmasat recsent az előválasztás alatt is folyamatosan. Tehát részben kijöttek ügyek, részben egyszerűen egyre nyilvánvalóbbá válik mindenki számára, hogy Karácsony Gergely kicsit ez a szó el lett koptatva, de tényleg tökéletesen alkalmatlan vezető politikai funkcióra. És ez azért, ez látszott, és attól, hogy le volt játszva, attól na, még ilyen szempontból egyébként el kell ismernem. Kettő és fél évbe telt, de átjutott az üzenet egyébként ezek szerint. Az innovációt, hogy amikor látszott, hogy óriási gáz van, akkor próbáltak változtatni rajta. Nem biztos, hogy sikeres a változtatás, hogy Márki-Zay Péter, de az inkább az ő személye miatt. Jó van, én látom, hogy a politikai hobbista pluszból elirigyelted a professzorok vendégfotelét, úgyhogy lépjünk tovább, de azt javaslom, hogy a műsor hátralévő több részét... Több eszed van neki mindenki, mert sokkal tisztességesebben működt, és akkor erre rögtön rányomja a bélyeget, hogy elkezdesz tudóskodni. A műsor hátralévő részét barbecue szószként honja körbe Józsinak a második témája, ami ennyi, hogy a Fidesz rendszer természete. Na de ez akkor egy mi a rettenetes rosszabbnek hoztunk mi témákat, bocsánat. De én van számos hát én egyet, a narancsot, a narancsot fogom húzni természetesen. Igaz. Én olvasom, vagy te olvasom? Nem, én olvasom, bocsánat. Azt mondjam, hogy Nagy Attila Tibor, a 2021-es év
Kövér László fideszes házelnök által az ellenzéki politikusokra kiszabott rekordösszegű bírságokról is szólt, írja a HVG. A jobbikos Jakab Péter kérdése, mi a helyzet a rabszolgatörvénnyel, ficsúrok, bosszantotta fel például annyira kövért, hogy 9,6 millió forintos bírságot szabott ki rá az országgyűlés méltóságát sértő szavai miatt. A Párbeszéd politikusa Tordai Bence 8,2 milliós büntetést kapott, mert egy kérdéssel lépett oda a pénzügyminiszterhez Jakab mellé, később felzárkózott Szavó Tímea is, akit azért szankcionált a tavaszi ülészak utolsó ülésén a házelnök, mert Szabó a Kínai Népköztársaság zászlajára emlékeztető Fidesz feliratú morinót mutatott fel. Az idei bírságokkal együtt egyébként a 2013 óta alkalmazható pénzbüntetés eddig kiszabott összege 105,1 millió forintra nőtt, ami összesen 160 esetet jelentett. Az elmúlt 9 évben egyébként mindössze 10 esetben és összesen 500 ezer forint értékben büntetett a házelnök kormánypárti politikusokat. Na már, hogyha már az alkalmatlanságról volt szó, akkor hadd mondjam el, hogy szerintem Kövér László alkalmatlan a parlament pártatlan ülés vezetésére, legalábbis ezen esetekben mindenképpen, mert a ficsúrozásra több millió forintos büntetéssel reagálni, ami, hát nem mondom, hogy pozitív jelző, de nem is vulgáris, tehát igazán el lehetne viselni, ehhez képest. De nem vagy te véletlenül Jakab Péter szószólója? Tehát ha jól emlékszem... Jakab Péter szószólója. Lehet Fideszes Dumát az előző kérdésnél ha 4 perces. Jól emlékszem, ugye a bírságok egy részét konkrétan a parlament, mint ugye a magyar demokrácia legfontosabb intézményének a teljes ellehetetlenítése miatt is kiszabtak, amikor nem lehetett szavazni, mert Orbán Viktor, Ficsúról beszélek. Megakadályoztak, ugye? Nem a Ficsúról beszéltél, mert nem csak azt írtad a borítékot. Csemegi kódex, ez egy nagyon érdekes dolgot mond. Valamit mielőtt még a nézőkben megmaradna a nem túl pártatlan műsorvezetőnek a személyemet érintő megjegyzés, hogy Jakab Péter szóvivő vagyok, szeretném leszögezni, hogy Jakab Pétert a Magyar Hang heti labban több publicisztikában keményen kritizáltam, ezen kívül nyilvánosan tévében többször kritizáltam Jakab Pétert, úgyhogy Jakab Péter eléggé ideges lenne, hogyha én bejelentkeznék az ő szóvivőjének. Hát meg eleve az ő szóvivője csak nő lehet. Talán. Na igen, kaptál egy vádat, kijöttél belőle, és ahelyett, hogy azt mondták, hogy jó, igazad van, hülyeséget mondtuk, nem? Ehelyett megkaptad azt, hogy... Meg hát Attiláról tudjuk, hogy a DK járványügyi főtanácsadója, úgyhogy nem is akarunk neked másposztot osztani. Szerintem maradjunk egy kicsit egyébként. Bírságot ezek, a hútra, 9,6 milliót. Ezek a bírságok, ezek politikai bírságok. Tehát így szögezzük le ezeket az összegeket mindig, vagy egy politikai akció keretében felhasználják ezek a politikusok. Tehát ugye az történik, hogy ugye ennyire meg annyira büntetett meg engem a házelnök, mondja ezt az adott politikus, és akkor ezek után összedobják. Ez az egyik. Tehát politikai bírságról beszélünk. Hát nem kéne megbüntetni, és akkor nem lenne semmi baj. Bocsánat, politikai szereplőkről. De meg mi a jelentősége? Ugyanakkor, hogyha már a Csemegi kódexig eljutottunk, de meg mi a jelentősége? Akkor például 1912-ben, amikor Tisza István miniszterelnökre rá kellett lőni, ugye az a 19. század, 1878-as, de a lényeg az, hogy amikor rálőttek Tisza Istvánra, akkor azok után ugye egy hosszú-hosszú parlamenti vitasorozat kezdődött, hogy akkor hogyan kell az obstrukciót megállítani. Na most az obstrukció megállítása, vagyis az obstrukció az, amikor a parlament megakadályozza a parlament munkáját, a parlamenti ellenzék gyakorlatilag folyamatosan felszólal. Na most én ezzel kapcsolatban Tordai Bence cöf című felszólalását szeretném idézni. Tehát ha nem veszik komolyan a parlamenti munkát azok a bizonyos képviselők, akkor adott esetben nyilvánvalóan politikai büntetések lesznek, és ők politikai céljaikra föl is használhatják. Ez nem obstrukció, ne haragudj, de kevred. Tehát az obstrukció, amikor valóban a dualizmus idején tengelnyi hosszú beszédeket tartottak az ellenzéki képviselők, mert akkor még nem volt az akkori házszabályban a beszédeknek kerete, időkerete, és hosszan beszélhettek, ez ugye megváltozott. A mai házszabályban, országgyűlési
választási törvényben kőkeményen meg van szabva, hogy ki hány percig beszélt. Tehát itt nem, ezeknél a büntetéseknél nem arról volt szó, hogy sokan ezek a képviselők hosszan beszéltek, hanem Jakab Péter kiejtette azt a szót például, hogy ficsúr, vagy Szabó Tíma felemelt egy moninón, és akkor erre több minél... Attila nem a csúsztatás állatorvosi azért, lova? Azért. Tehát amikor összegzed az már egészet... Már megint hogy olyan kedves azt, vagy. Azt mondod, hogy felsorolja, hogy micsoda büntetés, és azt mondja, hogy ő csak a ficsúrozás volt. Azért az a probléma... 9,6-ról volt szó először. Nem, 100 millió benne is van. De a ficsúra járt a 9,6. Bocsánat, de én még nem szóltam ezt hozzá, csak azért. De ficsúrén megbüntetni több millió forint. Uraim, tehát komolyan mondom, a parlamentben általában vannak komoly, megszabott, különböző bejelentett témák. Napi rendelőtti felszólalásoknál, azonnali kérdéseknél, megadott témák. Na, ehelyett pedig valaki, ahelyett, hogy fölszólalt volna, mit tudom én, mondjuk a szociális munkások érdekében, nem ezt tettem, elkezdett kicsúrozni. De bocsánat, a napi rendelőtti felszólalás témája az meglehetősen kötetlen. Bár tegyük hozzá, hogy például azért ugyanebben a ciklusban a Pesti Srácok vagy a Hír TV az szerintem ilyen fejenként 2 évet volt kitiltva a parlamentből. Tehát, hogy... Most csak ennek az vetett véget, hogy a járvány miatt amúgy is minden újságíró úgy nagyjából ki van tiltva. De Kivér Lászlónak a házelnöki tevékenységét bíráltad, ha jól értem. De ezt mi akkor nyilvánosan megtettük. Igen, én erre emlékszem. Túlzónak gondoltuk, annak ellenére, hogy a kollega ebben a kérdésben, igen. Vagy rossz helyen tartózkodott, nyilván a teljes kitiltás, még ha egy többedik figyelmeztetés előzte is meg, ugye szerintem azért az egy fontos dolog, hogy a sokadik figyelmeztetés és az egész témához fűződően ez lényeges. Mit mondtam még egyszer, hogy 105 millió? Kevés egyébként, azt kell mondjam. Mert hogy a ficsúrozás az nem a egyszer csak úgy Deus Ex Machina megtörtént, tehát Jakab Péternek már nagyon sok vaj volt a füle mögött, ugye ő rendszeresen ezekkel a krumplit, száraz tésztát, piros aranyat, parizert, ki tudja mi mindent behord a parlamentbe, ami biztos egy nagyon jó pofa dolog, meg a, főleg a saját szavazói körében, meg amikor Szabó Tíme a marionett bábozott Áder János mögött, csak a parlamentben ilyeneket nem csinálunk. Tehát, vagyis hát választhatunk, hogy az ukrán parlament irányába szeretnénk-e, hogy mondjam, konvergálni, ahol ugye hát ott még, de talán már lőttek is, de bugyó az, rendszeres. Ütöttek, vagy mondjuk igen. Az angol száz, vagy a német, tehát rengeteg olyan országnak van parlamentje, ahol kőkemény viták zajlanak természetesen, de nem performanszok, és az angol parlamentnek is megvannak a saját maga egyébként bohókás jelenetei, amikor felpattognak a képviselők mindig, hogyha egyetértenek, vagy ha nem. Tehát, hogy van egy ilyen teátrális elem benne, de ennek szabályozott rendje van. Tehát az, amit ezek művelnek a parlamentben, a táblákat... A kicsúrozás nem sértett semmilyen szabály. Amiről te beszélsz, az olyan performance, amelyet valóban nem engedélyezett sem most, se korábban a házszabály. Nekem sem az ízlésem szerint való egyébként, ha valaki molinózik, vagy krumplit vízbe, mert én a hagyományos parlamenti tárgyalás híve vagyok, tehát amikor papír alapján az élőbeszéd segítségével hogy... beszélek, de itt erről volt szó, tehát Jakab Péter ennél a beszélnél a ficsúrozásnál, ő nem csinált performanszat, nem vitte. Nem akármik voltak, bocsánat. Nekem ez a ficsúrért kaptam, hanem kulminálódtak a korábbi. De az adott ügyet kell elbírálni tárgyilagosan, és nem az egészet. Felittatni a krokodil könnyeket, mégiscsak Jakab Péter mindössze 2 havi jöveden van szó, és Attila, kérlek, válasz. Nem, nem 7,6 millió forintos összegről beszélünk, ha jól emlékszem. Minden látszat ellenére, és Huth Gergelynek az esetleges kijelentései és téves sugalmazásai ennek, annak ellenére, hogy ezt választottam, ki leszögezem, nem vagyok kommunista. Na, akkor köszönöm. Biztos? Már az is gyanús, aki ezt fontos. Hát pontosan, amikor az a gyanús, ugye, aki nem gyanús. Amikor ugye megkérdezik, hogy ki fingott, akinek piros a tenyere, és ki nézi meg. Na igen. Jó. Ha mondani kell, és akkor az meg azért csak kiadjuk azt, hogy mi vezetett oda, hogy ilyen performanszok vannak egyébként Attila ízlésével. Nem egyező performanszok vannak a parlamentben, mégis a magyar parlamenti munkának a kiüresedése hozott elő olyan eszközöket, meg úgy általában számos intézménynek
a kiüresítése, elfideszesítése hozott elő olyan eszközöket, amiket lehet kifogásolni, de mégiscsak egy reakció egy adott helyzetre, de most ebben belemennék. Az már a Józsi, hogy nem menjünk bele, mert mindig az övé az utolsó szó. A Józsi olyan szempontból van borzalmasan kényelmes helyzetben, mint Tamás, és hogy Tamás csak bemond egy linket. Okos és olvasod. A Józsi csak bemondja, és de én ezt most nem fogom annyi majd, mert ez annyit kell bemondani, Heller Ágnes harmadik bekezdés, és ott van, tehát leírva a mindenkor érvényes megállapításod, hogy ez a rendszer fasiszta. Igen, de szóval ez a parlamenti munka kiüresítése, ez már parlamenti munka kiüresítése, ez egy olyan unalmas toposz. Tehát a parlamentben zajlik a munka, a képviselők bejárnak, felszólalnak, helyzik a dolgot, nincs kiüresítve a parlamenti munka. Valaki megnézte, hogy mi történik a parlamentben? Már bocsánat, a parlamenti munka kiüresítése. Könyörgöm, arról beszélsz, hogy hétfőn, amikor gyakorlatilag 1 órától 6 óráig tart egy különböző felszólalásokkal teli időszak, akkor különböző performanszok, stb. Történnek, amelyet egyébként az ellenzék csinál. De elfelejtettük azt az apróságot, hogy egyébként bizottsági munka van. Erről beszélek. Bocsánat, erről beszélek. A parlament plenáris ürésében lévő munka. Olvastad a házszabályt, Jóska? Bekerült a bizottságokba. Olvastad a házszabályt? Sőt, éveken keresztül tudósítottam a parlamentből, és most már nincs értelme bemenni a parlamentbe, és nem csak azért, mert a munka nem az ürésteremben folyik, hanem a bizottságokban, hanem azért sem, mert te sem mehetsz oda képviselőkhöz, el vannak zárva az újságírók, tehát minden szempontból a nyilvánosságtól. A luxusjacht orrán fekvő cicája kerek popóját fotozgatja. Nos, hát ez egy nagyon szép téma. Szép szabad vers. Igen, ez egy nagyon szép. Mire gondol a költő? Egy igazi költői kép. A Borkai a haverja. Hát itt közlekedési eszközökről van szó. Márta Imréről van szó egyébként, módokról, ezt első elmondom, de szerintem... Ne, ezt csak a Józsi behozta, hogy hát ha ugye szeretnek ilyenkor mindig, nagyon ügyes egyébként, hogy rögtön egy Borkait bedob, igen. Az a következő, hogy Márta Imre fideszes. Tehát, de mondjuk egy Márta Imre, mert hogy mondjam, én nem az, emberek rendesebbik többsége karácsonyra készülődött, és nem Márta Imrével volt elfoglalva. Érdemes megjegyezni, hogy a közműcégek vezérigazgatójáról van szó. Mi csinált ő? Aki a Metro és a Riposzt cikkei alapján. Különböző fényképek, hadsegélyek. Józsi úgy látszik, hogy kizárólag a független objektív sajtóból röviden fos itt is tájékozódik, mert úgy látszik, hogy ezeket nem hozták, ezeket a mikor híres cikkeket. Ez pár nappal ezelőtt. Ez néhány napos hír, a buszsámhoz egy kicsire régebbi, de nem is, tehát itt a két eset is nyilván számottevő, de maga a jelenség, ugye az, hogy Karácsony Gergely tényleg semmit nem csinál, mint egy ilyen szerencsétlen áll és vigyorog, tördeli a kezét, ő soha nem volt ott, ő nem tehet semmiről, ő biztos, hogy ő nem a hibás, ezeket többször hallottuk is tőle, tehát egész egyszerűen semmiért nem vállal felelősséget, semmifajta tekintélye sincsen a saját beosztottjai, a saját stábja, a saját városházája fölött sem, és egyes konkrét beosztottak, mint ahogy a fővárosi közműcégek vezetője, egy luxus jachton, egy baromi jó seggű csaj feküdt ott a jachton, és ő posztolt róla büszkén. Nem csak egy, aztán egy másik, aztán elment Marrakesbe valami hétcsillagot. És azt mondta, hogy manipulatívak a felvételek, és hogy ő perelni. Igen, photoshopot, valószínűleg nem olyan kerek a segg valójában. Ki látta a felvételeket? Mi abban a manipulatív? Na, most ő mondja, hogy ez manipulatív. Hadd meg, hogy a saját, igen, hát valóban a saját maga Instagram oldaláról, tehát hogy azt, amit ő maga kitett a saját maga Instagram oldalára, azokat valamelyik ismerőse, Instagram követője, nem tudom, hogy hogyan kell ezt pontosan csinálni, azokat fogták magukat, és a copy-paste módszerrel. Bocsánat, ez egy zárt csoport. Hát így a copy-paste, így van. Márta Imre azt mondja, hogy ez egy zárt csoport keretében készült, küldte oda, és az ő felhatalmazása nélkül küldték tovább, és manipulatív módon megváltoztatták. Nem tudom, hogy ki mennyire használ Instagramot, az Instagramra feltöltesz egy képet, és
és azt valaki leszcreenshotolja, akkor az ugyanaz a kép. Így van. De nincs manipuláció. Hogy van, manipulációt nem lehet. Az eredeti nem így néz ki. De igen. Ő ezt állítja, és ő mondom, perelni bocsánat, fog. Bocsánat, csak erről nyilatkozik. Jó, elnézést, akkor egy kicsit nézőkedvér, és rakjuk össze a képet. Tehát van a fővárosi közműcégek vezérigazgatója. Hadd meséljem el. Engedd meg. Tehát élj egy kicsit a műsorvezetői felhatalmazásával felém, hadd meséljem el ezt a sztót. Na mondjad már. No, tehát ez annyira tetszett nekem, számolj, hogy egyébként tényleg. Tehát Márta Imréről van szó, aki 28 évesen 2008-ban az MVM-nek lett a vezérigazgatója, az még a Gyurcsány korszak, stb. Hosszú snitt 2021-ben vagyunk. Tehát a teljes fővárosi közműcég konglomerátumnak a vezérigazgatójáról van szó, aki a következőt csinálja. Bemegy egyenként a kezét látjátok a stressznek? Csizmadiának, hogy jár a keze, miközben erről beszél? Imádom. Tehát, bár a popó sopról gondolunk mindenféle dolgok, bemegy a munkahelyére egy másfél órát, majd ezek után hazafárad, és ugye a screenshotokban megörökít egy gyönyörű szép fényképek alapján. Egy órát volt a munkahelyén. Hát igen, ugye saját munkatársai mondja. De erre mondja ezt, hogy ez rágalom és perelni fog. Hát ő írja, hát, hogy neki a home office. Ő írja, hogy a home office. De erre mondja azt, hogy manipulálva van. Attilám, tehát akkor mire gondolsz, mi a rágalom? A milliárdos budai villa a medencével, a luxus nyaralások egzotikus tájakon, valóban, hogy mondjam, a Borkai ügy is ugye azért szólt akkorát, és több száz önkormányzat úszott el azon, hogy hát különböző ilyen testrészeket lehetett ott látni, megragadt az Gergő emberek szemében. Élőben videón de, tolta a prostituáltat hátulról, láthatóan bemágonyozva. De ugyebár, nem, nem ugyanaz, mint a egyébként ízléstelen módon kirakni egy nőnek a fenekét. Egyébként de itt nem a fenékről beszélünk, a fenékről csak, hogy a Borkait levideózták Sunyiba, a Márta kirakta a csajnak arról, a seggét. Arról beszélünk, de ugye ez nem vétékesség van. Ez sima gyökérség. Arról beszélünk, tehát a tényeket így az elején ugye tisztázzuk, arról beszélünk, hogy a fővárosi közműcégek vezérigazgatója különböző luxus helyszíneken, igen drága jachtokon, igen drága szállodákban a világ számos pontján tűnik fel, az csak haba tortán, igen, hogy drága órákkal. Igen, csinos idomokat is látni. Ez más pénzén történt. Ott volt vele valaki olyan vállalkozó, de akiről azt gondoljuk, hogy fizetett. Bocsánat, de korábban is dolgozott. Nézzétek, tehát ugye akkor gyerünk, akkor más pénze, meg nem más. Bocsánat, a más pénze, meg nem más pénze. A Borkaira is a következőt sikerült elmondani. Jöttek ilyen hatalmas sejtetések, hogy ó, hát ő közpénzből. Na most, a probléma a következő, hogyha a baloldali és liberális sajtónak lehetett ezt leírni, hogy közpénzből ment el Borkai Zsolt jaktozni és csajozni, akkor hadd lehessen a jobboldali sajtónak is elmondani, hogy hát ugye Márta Imrének jelen pillanatban legalábbis ugye a jövedelme, a jövedelme az egy köz, tehát hogy egy közintézménytől származik, tehát akkor a közpénz szót legalább sejtetve hadjegyezzük. Hogy milyen karrier van, a Borkai kapcsán az volt a baj, hogy ott volt el a jakton az a személy, aki a Győr város önkormányzatától, ahol Borkai volt a polgármester, rengeteg közbeszerzést nyert. Bocsánat, és Márta Imre sem hozott nem hallottam papírt, cáfolatot, senki sem látott semmilyen cáfolatot, papírt. Nem hallottam cáfolatot arra, micsoda, hogy azt a hajót... Mellébeszélés. Nem mellébeszélés. Ott annyi, a Borkainál azt a hajót, mondom, nem volt rá cáfolat, olyan ember bérelte, Márta Imre se cáfolt, bocsánat, de akkor nem cáfolt. Borkai a 19 éves évben best of figurája. Azt mondta Márta Imre, hogy manipulatív felvételekről van szó, felvétel. És hogy ő ezért perelni fog, mert teljesen hamis volt a beállítás, amit nem ezt is elmondtad, viszont a szóval se mondta, felvetője iránti alázatból, hogy ugye arról is beszéljünk, ami a borítékban szerepel. Mi a lényeg? A kérdés az, hogy Karácsony Gergely, miért nem fekszik ott azon a csodálatos jakton, azon a csodálatos egzotikus szigeten? Mert ő egy puritán figura. Ezt lehet egyébként igen, el kell ismerni, ebben igazad van, és Karácsony Gergelynek vannak érdemei, nem sok, de azokat el kell ismerni, ő nem egy ilyen nagyzolós, urizálós csávó, tehát ő tényleg az a visszafogott, szerény, az nem megjátszó, ő valóban lehetőségesen hát arra volt utalunk, erre, hogyha, itt nem az a baj. Ha a fővárosi közműcégek vezetője ekkora jachton csodálja az egzotikus tájakat, akkor ugye a nagyfőnöknek, idézőjebb a Karácsonynak egy ekkorán kellene, nem? Nem, és nem, nincs semmifajta törvény arra, hogy kinek mekkora jachton kell, vagy kinek mekkora kell, hogy legyen a
gyakja, ahhoz képest, hogy milyen pozíciót foglal el a hierarchiában, a politikai, vagy a város, fővárosi hierarchiában, hanem arról, hogy Karácsony Gergely erre az ügyre is, és minden más ügyre is, ugyanazzal a megúszós, mellébeszélős, mondom, ilyen b***szul nézős, kéztördelős, és hát a buszsáv az ugye klasszikus, hogy ment a buszsávban, a dugóban, ami ugye jelentős részben neki is köszönhető, és akkor, amikor számon kérik rajta, akkor nem azt mondja, hogy elnézést, sürgősen be kellett térnem a városházára, mert elaludtam, mondjuk, és igen, nem, hanem azt mondja, hanem elkezd ott is magyarázkodni, hát éber állapotban biztos nem, tehát, hogy aludt, annyira gáz, sincs, ugye? Jogsia, az most lényegtelen, és rákeni a sofőre, és fegyelmiben részesíti a sofőr. Tehát egy sofőr nem fog a buszsávba menni úgy, hogy ne hatalmazza őt fel. Akkor csak Attilának egy perces villám. Hogy egyébként azon a konkrét helyen, amiről beszélünk, Erzsébet híd, jövünk le Budára, jövünk át Pestre, és lehajtunk jobbra. Ott a Kresszben sem egyértelmű az, hogy te buszsáv, ha jobbra mész, akkor... És az, hogy szerintem az a meg ebben, hogy emiatt szerintem a sofőrnek nem kellett volna adni fegyelmét. Miképpen a Barcsót a városháza ügyben nem fegyelmével kellett volna büntetni, nem kirúgni a picsát. Az, hogy te nem látsz ebbe a dologba egy olyat is, hogy ugye Karácsony Gergely a buszában alszik, az embere a beosztottja meg a hatalmas jachton az egzotikus területen, hogy ugye a városháza botrányból ismert a cápák állt közreműködésével visszaosztott részesedéseket az ingatlan mutyikból, ezek szerint nem Karácsony Gergelynek, hanem a rendszerben másoknak adják? De nem igaz, a kérdése igaz, Gergő. Hát ott van a felvétel, Bajnai Gordon beszél róla. Az, hogy megjelennek a cápák, így van. És ezek mennyit kell visszaosztani? Nem mondott ilyet Bajnai. Hát jó, ez most nem téma, Gergő, de... Te hoztad be. Hát, nem mondod egyet. Nem kerül szóba a Bajnai Gordon fogalmazásában a cápák, de kenőpénz. Nem, hogy megjelennek a cápák, így ügyekkel, az kerül szóba. Ha már kérdeztél, akkor hadd válaszoljak. Ajánlom figyelmetbe a Telex interjút, amelyben Berki nyilatkozott, és ő például már határozottan tagadta a jutalékos rendszert. Tehát ja, akkor nem is volt. Ha Berki tagadta, akkor szeretném, bocsánat. Szeretném, az, hogy a volt miniszterelnök nyíltan beszél róla. Hivatkoztatok annyira, hogyha Berki mondott valamit, az biztosan úgy van. És egyébként szeretnék hivatkozni arra, amire figyelmeztettem néhány héttel ezelőtt, hogy vigyázzunk ezekkel a hangfelvételekkel, mert nem biztos, hogy úgy van, ahogy csak egy kevés időnk maradt, és arra is gondoljatok, hogy egy utolsó két percet szálljunk arra, hogy egyéni stílusban kívánjatok boldog új esztendőt a tisztelt nézőknek. Szóval szeretnénk úgy összeomlani, mint a magyar oltási rendszer. Saját magam témáját húztam. De kitől idézted? Ez maradsz neked. Ez a következő. Ugyebár 2021-ben történt a György István bejelentése után, amikor egyes napra nem sikerült az oltások odaadása, tehát az oltási rendszer egy kicsit megdöccent. Ezek után... Nem megdöccent, ezek álltak fölöslegesen sorba. Egy napot. Na most egyébként szeretném megjegyezni, hogy az összes létező országban, szomszédos országban, akkor Franciaországban például nem indult el időben, bejelentette a Macron, hogy mikor fog beindulni, és akkor utána nem indult 3 hétig. Vagy bejelentette a Boris Johnson, hogy most akkor nagyon-nagyon hatalmas nagy oltásokat fogunk csinálni, és akkor 2 hétig döcögött a rendszerük. Na nálunk 1 napot döcögött, és ezek után, ugyebár megtörtént valóban arra az egy napra, tehát egy napra valóban megdöccent a magyar rendszer, oltási káosz, összeomlás, tragikus problémák, ezek jöttek össze. Aznap ez, most mit láttam? Az ellenzék tapsolja, hogy jaj, de jó, hiába állt a csomba ezre. Azért a sajtónak, meg még az úgynevezett független sajtónak. Mondta Jesse. Igen, köszönjük szépen, hogy a te szádból is hallottuk. Örülök, hogy végre én is be tudtam így a köztudatba hozni. De a lényeg, muciológia az, a fos az úgy tűnik. De hogy ennek még a független, most nagyon örülök egyébként, tehát, hogy a független sajtónak is sikerült legalább valamilyen felelősséget vállalni. Azóta síri csend és hullaszag van
a független sajtóban az oltási rendszerrel kapcsolatban, mert a jelek szerint egész tűrhetően működik. Bocsánat, tehát Attilának dobjunk egy kérdést, hogy te helyén valónak találtad Gyurcsány Ferenc halálkampányát ebben a témában? Jó, nem. Csak az ügyvéd jelenlétében. Egyébként mekkora egy tróge, ha már az egész érvől beszélünk. Ez a jó ember itt mellettem beszélt valamiről, és tök szándékosan a műsor után kiforgattátok a szavait, és ezt a jó embert fesztettétek keresztre, és erre a jó emberre húztátok rá az, hogy ő az ellenzéknek a tanácsadója, vagy nem tudom micsodája, miközben eszágában nem volt ilyen, és egyébként ebben a körben is tök nyilvánvaló volt, hogy nem történt a részéről olyan, amit mondtatok, de ki lehetett forgatni. Ha Tibor politikus lenne, akkor egy ilyen után, miképpen mondjuk Kövér Lászlót az akasztós hasonlata után keresztre kell nyilván a túloldalról feszíteni, mert a politikai logika ezt diktálja. De ez a jó ember bejön hozzátok ebbe ezt a műsort hitelesíteni, beszélget veletek hétről hétre, és ezek után így megszálltok, és még azért sem teszek egy kézmozdulatot sem, hogy ezt az egész szenyakampányt, ami vele szemben folyt, minden műsorban felszólalt ellene. De nem gondolod, hogy Attila meg tudja magát védeni, mint hogy egy héttel később is mondta az állást. Minden egyes műsorban megvédtük, minden egyes műsorban ő, a Gergő is elmondta, hogy nem ért azzal egyet, stb. Hát én nem tudom, szóval most elnézést. Én nem emlékszem, de most ez el van mondva, tök jó. Elnézést, nem a... Azzal nem értettünk egyet, a szegény Attilát ezért az utolsó percek a Attila mennybe emeléséről szólnak. Igen, végig körbenek is feldobáljuk. Egy időre úgy tűnt, hogy, hogy lehetséges, hogy meg kell ismerkednem Orbán Viktor börtönével, mert hogy ugye feljelentés is érkezett ellene, már bepakolva de aztán mégse kellett elmennem a börtönbe, mert visszavonta a feljelentést az illető. Egyébként érdekes élmény volt számomra, hogy a nevezetes kijelentésem, híres hírek kijelentésem után például a Hír TV híradóiban egy-két napig első helyezést ért el ez a kijelentésem. Orbán Viktor beszélt róla pénteki interjújában. Sőt, még Orbán Viktor is reagált erre. Mekkora nemzetközi reklámot csináltál a Pesti TV-n? De ha mondjuk pofán vágták volna hatós villamoson, az nem lett volna annyira fincsi, valamelyik ilyen felháborodott, és maga szempontjából őszintén felháborodott szélsőjobbos vagy jobbos néző, aki azt gondolta volna, hogy tényleg ez az ember az első számú közellenség, mert hát hallottam a tévében, Orbán Viktor is mondta a rádióban. Érintett, aki ott ült a másik oldalon, amikor erről beszélgettünk, hogy tegyük hozzá, hogy azért nem a gyilkosságok előkészítésével vádolta meg bárki is Attilát, hanem azzal, hogy olyanokat mond, amelyek Gyurcsány Ferencéknek kiváló tanácsot adnak, hogy hát jobban rá kéne építeni. Igen, a halottakra. Szóval, ha már mennybe emeltétek Attilát itt az elmúlt percekben, akkor azért hadd húzzam vissza a valóságba. Volt egy szar mondata, de nem azt jelentette. Nagyon szar mondata volt. De nem azt jelentette. Attilát viszont felületesen, de azért valamennyire ismerve, én sem gondolom, hogy ő azt szerette volna, hogy itt most valami, az menjenek oda azokhoz a szerencsétlen emberekhez, akiknek rokonai meghaltak, és hergeljék fel őket, hogy na már pedig akkor most Orbán Viktor a hibás, ezt az ellenzék Attila tanácsai nélkül is megcsinálja. Az jött le, hogy Nagy Attila Tibor azt akarja, hogy halljon meg minél több magyar ember Covid-ban. Csak azért senkiről. Hát olvasd a publicisztikát. Csak azért, én hogy az ellenzék legyőzze Orbán Viktor. Két emelettel följebb ezt a beszélgetést hallgattam élőben, rendkívül fel is bosszantott egyébként, hogy lehet ilyenek, mert azt mondta Attila, hogy az ellenzék nek ebben óriási potenciál van az ellenzék számára, hogy az a nem tudom 200 000 ember, aki körülbelül érintett lehet családtagként, közeli barátként, ismerősként a Covid halálesetek kapcsán, azokra az ellenzék építhetne valamilyen politikai kampányt. Hát ez nem egy, hogy mondjam, nem egy túlságosan szimpatikus megnyilvánulás, hogy ezt ezért finoman fogalmazom. Apáti Bencének volt egy nagyon csúnya írása velem kapcsolatban, mert ő az egyik publicisztikájában azt írta a végén, hogy Nagy Attila Tibor igazából szeretné, hogyha minél többen halnának. De tulajdonképpen meg. Tehát ez azért meglehetősen egy csúnya támadás volt, bár nem voltam túlságosan meglepve Apáti Bencének az eddigi vonalvezetése és stílusa után. De megígérem, hogy az adás után leápoljuk a lelkedet. Igen, a ringben nem vagyok összetörve egyébként, Attila, mert én azt gondolom, hogy határozottan ezt tudtam. Mi szerintünk az elszúrtukban... Bocsánat,
Én egy politikai helyzeti elemzést végeztem akkor, és meg kell, hogy mondjam, hogy tartom azt, amit Andrét akkor... formálták Nagy Attila Tiborral, de mit kívántok ez a drága nézőknek a következő évben? Hát miután mi negyed órával kezdünk a hobbistával, most én, és még addig leszünk egy párszor, úgyhogy én még sok mindent fogok kívánni a nézőknek. Én jó, nagy szeretettel kívánok mindenkinek boldog új évet. Én azt gondolom, hogy azok a nézők, akik egyébként a Pesti TV-t figyelmükkel megtisztelik, azoknak köszönjük, és mindenki, aki kedveli ezt a csatornát, legyen oly kedves, és nézze a továbbiakban is. József, a te jó kívánságod, csak a legjobb Tibor után. Én is kívánok mindenkinek boldog új évet, és azért vagyok itt a Pesti TV-ben, mert én hiszek a párbeszéd fontosságában, hiszek abban, hogy tőlem különböző gondolkodású emberekkel is le kell ülni, és meg kell védeni az embernek a maga álláspontját, és erre egy jó lehetőség volt a Pesti TV-nek ez a műsorsorozata, és remélem, hogy jövőre folytathatjuk. És ezt tiszteljük benned. József, egy laza hát jövőre választás, hogy nyilván egekbe fognak csapni az indulatok, de hogy én nagyjából azt kívánom mindenkinek, a nézőknek is jobb meg baloldalon, és hogy nagyjából annyira utálják egymást, meg annyira is vitatkoznak egymással, mint hogy mi ezt tettük, mi itt nem utáljuk egymást, mi itt emberként tiszteljük egymást, honfitársainknak tekintjük egymást, ha nem is barátainknak, de egyébként még időnként ilyen haveri felvillanások talán. Kutya macska, mondjuk így. Történek is, tehát nem utáljuk egymást, mi honfitársak vagyunk, nekem honfitársam a Csizmadia, nekem honfitársam a Jesszi, honfitársam a Hus, hát a Nagy Attila Tiborral pláne a honfitársam. Na, ő a szíved csücske is egyben. Kedves néző. Annyira várt, hogy ez a picikét azért rózsaszín ködben úszunk. Ebben a műsorban egy hét múlva találkozunk legközelebb. Minden jót önöknek. Puszi mindenkinek. Puszi.